Szerbusztok, Pajtik! Sziasztok, Gazdik! Hát, tudjátok, ez a mai műsorunk, ez egy egész hétről szól. Jól indult a hetünk. Szép időben, hűvösben, és nagyon szépen sütött a napocska. Előző este Gazda nekünk mesélt egy mesét, valami könyvről, ahol a föld középpontja felé utaztak az emberek. Mi kutyák ezt egy kicsit más gondoltuk, egy kicsit máshogy gondoljuk. Tehát kint a futtatón belekezdtünk egy projektbe. Aztán persze jöttek a haverok, és történt itt sok minden más egyéb is, de ez volt a dolgok kiindulópontja. Téren sokféle kutya jár ki, nap mint nap. Persze mindegyiknek más a hobbija. Itt vagyunk mi a Bernik, akik nagyon tudunk gödröt ásni. Aztán van itt a Topsi, aki meg lovagolni tud Bencén. Tehát van itt sokféle kutya, és mindegyiknek megvan a saját egyéniség. Ahogyan a kutyák különböznek egymástól, hasonlóképpen a gazdák is. Itt van Ági néni, aki mindig hoz nekünk fajutifalit, amit mi aztán szépen elkunyerálunk, mert ezt szeretjük. Persze Ági néninél mindig van jutifalat, tehát mind szépen le tudunk ülni, és ki tudjuk várni a sorunkat. Aztán persze van itt Bunyó is bőven, mert arra is szükségük van a kutyáknak. Topsit Lili úgy legyilkolta, hogy csak úgy nézett. Aztán persze jött a kergetőzés Miskával, Topsival, Marcival. Nagyszerű játékok voltak. És íme Topsi a lovagló. Nem kell ugye mondanom. Persze mi hárman, Berni, sűrűn játszunk egymással. Egy falkát alkotunk, nem engedjük mindegyik kutyát be a falkába. De szeretjük egymást, és nagyon jókat lehet így együtt játszani. És akkor térjünk csak vissza az eredeti mesére. Hát íme. Itt van az a gödör, amelyet indítottunk Kínába. Úgy döntöttünk, az jó messze lehet. Biztos érdekes út lesz. Tehát nekiálltunk mi Bernik gödröt ásni. Persze van itt Marci is, aki besegít nekünk, de hát alapvetően a gödörásás a mi szakterületünk. Nem igaz. Mekkora gödör lesz ebből? Bence indítja. A Lilit az csak betemeti. De nem érdekli a Lilit, hogy őt betemették, ő inkább Marci gödrét próbálgatja. Tehát ment a projekt nagyon. Mi meg nagyon dolgoztunk. Sokat ástunk. Rengeteget. Azt mondják a gazdák, ez biztos eljut Kínáig. Thank you.
áltott mancsal ment a gödörásás. Amint azt ti is láthatjátok, nem henyéltek a kutyák. Rendesen, keményen dolgoztak. Néha-néha kinéztünk a gödörből, már megérkeztünk? Hát nem kérem, még messze van, tehát ezt a projektet még sokáig lehet folytatni. Egymást vártva folyt az ásás, hol egyik, hol másik. Mindig volt valaki, aki ásott. A másik kettő játszott addig, amíg az egyik Berni ásott. Tehát most éppen Bence ás. Lili próbálja kiszorítani, hogy majd ő is jön. De nem, Bence nem enged. Ő a fő ásó. Gödör pedig mélyül. Mint látjátok, már egészen mély gödröt ástunk. De nem adjuk fel. El fogunk jutni Kínáig. Biztos. Biztos, hogy megtaláljuk az utat. Hát ennyi volt a mai mesénk. Nézzétek még a képeket, mi még egy kicsit dolgozunk, mert még van időnk, aztán mehetünk haza, és otthon vár a reggeli, a megérdemelt reggeli, a jó munka jutalma. Tehát sziasztok Pajtik, sziasztok Gazdik! Mindenkinek szép napot kívánunk, remélem ti is találtok magatoknak valamilyen jó projektet, amit ti is tudtok csinálni. Sziasztok!